19 000 darab egynyári és évelő virágot ültet el a Komáromi Városgazda Nonprofit Kft. A következő hetekben. 23 virágágyás található városszerte, melyeket többek között zsája, begónia, kála és dália díszít majd. A munkát április 18-án kezdték el a városközpontban. Próbáltunk ezeket a virágokat úgy összerakni, hogy kedvezőek legyenek a méheknek, tehát méhbarát virágok legyenek. Több, 2-3 darab mélegelünk is most már virágzik. Az egyik az kint van a monostoron a régi személytelepen, a másik pedig itt a laktanyában az új körforgalomban alakítottunk ki egy ilyen mélegelőszerű virág ágyásokat. A tervek szerint június közepéig fejezik be az ültetést, azonban ez időjárás függő. A korábbi években előfordult, hogy ellopták a virágokat az ágyásokból. Remélik, hogy idén nem lesz ilyen eset. A napos, esős időjárás kedvezett a fű növekedésének. A Komáromi Városgazda Nonprofit Kft. Munkatársai folyamatosan nyírják a füvet a város egész területén, ami rendkívül sok munkát jelent. Ezért a lakosok türelmét kérik. Június közepén elkezdődnek a Városgazda üzemeltetésében lévő Jókai Mor városi könyvtár felújítási munkálatai. Egy pályázat keretében tudjuk a belső tereinek a komplett felújítását, valamint egy akadálymentes új bejáratnak a kiépítését, ahol egy kerekes kocsit emelőszerkezet is beépítésre kerül. A belső részben kialakításra kerül egy mozgáskorlátozott és egy látogatói vizes blokk. Új padozatot fog kapni a teljes könyvtár vízszigeteléssel és új burkolattal. Az elektromos hálózata is meg fog újulni, gipszkartonba beépített korszerű ledes lámpák fognak beépítésre kerülni. Teljesen új bútorzatot kap a könyvtár. Ez nem csak a könyvtár rész bútorai, hanem a kiszolgáló részirodai bútorokat is bele lehet érteni. A könyvtár átmenetileg a közösségi házba költözik át. A 60 000 kötet átszállítását a héten kezdték el szakértő cég bevonásával. A felújítás befejezése december 31-ére várható. A monostori művelődési háznál egy 560 négyzetméteres fedett terasz épül új térburkolattal, mely a monostori rendezvények miatt vált szükségessé. Az átadási határidő augusztus 19-e.